Kutyaugatástól volt hangos szombaton a gyulai sporttelep, a terület egy jelentős részét ugyanis a második derbi német juhászkutya kiállítás résztvevői népesítették be. Pénteken 17 kutya és gazdája vett részt az úgynevezett kőrungon, amit teljesítményvizsgát jelent, szombaton pedig a küllemversenyen volt a sor. Ezen már teljes volt a mezőny, hiszen a legkisebbektől a legnagyobbakig rövid és hosszú szőrű német juhászok vettek részt rajta, több mint 140-en. Hazánk mellett Csehország, Szlovákia, Szerbia és Románia is képviseltette magát. A kutyát Donának hívják, és most második helyezést ért el a mini baby szakosztályban. A kunhegyesi Szívós Gyula gyermekként kezdett el foglalkozni a német juhászokkal, most több kutyát is elhozott Gyulára. Én kipróbáltam úgy egy-két másfajtát is, de úgy összességében, úgy intelligenciában, meg sok mindenben, nekem ez a fajta, ez maradt meg, ez az, ami nekem úgy illik hozzám, legyeniség, nem tudom, ez az, ami nekem mindenben passzol hozzám. A gyulai program nem véletlenül volt népszerű, vonzotta a résztvevőket, hogy német bíró döntött az állatokról, illetve azért is népes volt a mezőny, mert ez a rangosabb hazai programok egyike. A idejében a Magyar Német Juhász Kutya Klub, ha jól tudom, 3 kiállítást szervez, lesz egy tenyészszemle nyáron, illetve tudni kell, hogy idén lesz a Német Juhász Munkavilágbajnokság, Magyarország kapta meg a szervezési jogot, az Győrbe lesz, a Győr-Gyirmot versenypályán, és azzal egybe lesz szervezve egy Universal Sieger kiállítás is, ami talán a legrangosabb küllemkiállítás lesz jelenleg itt Magyarországon. Ez annak az elődje, és akkor ezek így épülnek egymásra. A rendezvényre ellátogatott Görgényi Ernő polgármester is, aki kiemelte, egy nívós nemzetközi eseménynek adhatott otthont a város, ráadásul gyönyörű német juhászokat nézni mindig jó. Remek program. Számos kiállító és versenyző érkezett, nem csak Magyarország több területéről, de külföldről is érkeztek, Csehországból, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Horvátországból. Ez egy olyan program, ami azt gondolom mindenkinek a szívéhez közel állhat, hiszen minden generációnak, minden nemzedéknek van egy olyan filmélménye, egy kedvence, egy német juhásszal kapcsolatban, ami különösen kedves a szívének. A német juhászkutya nem való olyan embernek, aki a négy fal között ül. Ezek az ebek ugyanis nem csak a társaságot kedvelik, hanem sok szabadban eltöltött órára is vágynak. Az ilyen közös idő viszont nem csak az állatnak, hanem az embernek is jót tesz. A német juhászkutya egy komplex kutya, munkakutya, mozgásigényes. A német juhászkutya nem érzi jól magát egy kennelbe bezárva. Annak való, aki tudja vinni a kutyát, tud vele foglalkozni, kiképzésekre járni. Ez nagyon jó a gazdának is, nem csak a kutyának. Nyilván a kutya az enélkül nincs meg, vagy legalábbis nagyon rosszul érzi magát, de hát a gazdának is nagyon jó, ha egy héten kétszer-háromszor ki tud menni a társaságba, a szabad levegőre, és kutyakiképzést tudnak csinálni. Más állatokhoz hasonlóan a német juhászkutyák is bírnak egy standard kinézettel, vagyis bizonyos anatómiai jellemzőknek meg kell felelniük. A kiállításon ezeket is nézik, és egy kutya minél közelebb kerül a standardhez, annál nagyobb esélye van a győzelemre.